50 évvel ezelőtt, 1968. november 16-án új szobrot avattak Kecskeméten. Kalló Viktor alkotását a híres város fennállása 600 éves jubileuma alkalmából rendezett ünnepség sorozat keretében leplezték le. Az aranyhomok szálló előtti parkban ma is látható szobortest csak egyetlen kicsiny ponton érintkezik a vékony kőoszloppal. Ez a repülés illúzióját is erősíti, és egyben a vízszintes és függőleges elhelyezés sajátos szintézisét teremti meg. A termékeny földről az ég felé röppenő műalak a természet és az ember küzdelmét, az ember győzelmét, diadalát hirdeti. Kifejeződik benne az emberi munka kimeríthetetlen lendülete, szárnyalása és teremtő ereje.